100 évvel ezelőtt, június 4-én írták alá a Párizs melletti Nagy Trianon kastélyban az első világháborút lezáró békeszerződést. Ennek emlékére 2010 óta június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja. A győztes országok békediktátuma megcsonkította a történelmi Magyarországot. A centenáriumra emlékezett a helyi közösség ezen a napon, a Bocskai téren Kosina László hajdúböszörményi szobrászművész alkotásánál. A himnusz eléneklését követően Úszabó István, Jászai Mari díjas színművész, Vas Albert sem. Adjátok vissza a hegyeimet című művének előszavából tolmácsolt a hallgatóságnak. Urak! Akik a világ dolgait igazítjátok, adjátok vissza a hegyeimet. Bevallom őszintén, nem érdekel sem a politikátok, sem a világnézeti kérdéseitek, sem nagyszavású elgondolásaitok, melyekkel az embermilliók sorsát rendezni kívánjátok. Nem érdekelnek az embermilliók sem. Egy érdekel csupán. Adjátok vissza a hegyeimet. Nézzétek, urak! Ides tova 50 esztendeje már, hogy belerángattatok ebbe a játékba. Játszottatok az én bőrömön háborút és országosztást. Ide-oda ajándékozgattatok engem s a hegyeimet, mint ahogy gyermekek ajándékozzák a játékszereket egymásnak. És én 50 esztendeig engedelmesen játszottam nektek mindent, amit csak parancsoltatok. Kisebbségi sorsot, megaláztatást és elnyomatást, üldöztetést nyelvem és fajtám miatt, fölszabadulást és katonásdit, játszottam háborút, lelkesedést és halálfélelmet, rámenős bátorságot és fejvesztett menekülést, játszottam kétségbeesést, fájdalmat, dühöt, elvesztett háborút. Játszottam elvesztett otthont és elvesztett családot, csikorgófogú bosszú vágyat és hadifogságot. Játszottam hontalan bujdosást, magányos, kóborló farkas sorsot az emberi rengetegben. Urak, nekem elég volt, én nem játszom tovább. Adjátok vissza a hegyeimet. Ne mondjátok, hogy keressek magamnak helyet máshol a világban. És azt sem mondjátok, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez a sorsa. Ne mondjátok azt sem, hogy van, aki többet vesztett. Nekem semmim sem volt. Csak a hegyeim. És egy asszony, akit szerettem. És ez a kettő együtt többet ért, mint a világ valamennyi palotája, vagyona és hivatala. Senki sem vesztett ebben a játékban annyit, mint én. Adjátok vissza a hegyeimet! Urak! Én alázatosan elhiszem, hogy nagyok vagytok és hatalmasok. Hogy kisújjatok egyetlen mozdulatára milliók halnak meg. Országok cserélnek gazdát, és földrészek süllyednek el a tengerek mélységeibe. De mindezeken túl hinni szeretném azt is, hogy tisztelitek az igazságot és a törvényt, amit Isten a világnak adott, és hogy a szívetekben jó szándék szűri át még a kisújjatok mozdulatát is. De ezt csak akkor hihetem el, ha eltörlitek a rontást, ami játékaitok nyomán erre a világra rászabadult, és visszaadjátok a hegyeimet. A centenáriumi megemlékezés Sőrés István alpolgármester beszédével folytatódott. Az alpolgármester elmondta, Hajdúböszörményben nagyszabású rendezvénnyel készültek a megemlékezésre, azonban a testvérvárosok részvételével szervezett programot a világjárvány miatt nem tudták megtartani. Eredetileg egy nagyszabású megemlékezéssel készültünk, amelyben nagy szerepet kaptak volna a határon túli magyar testvérvárosaink is. Sajnos a világjárvány ezt az elképzelésünket felülírta, de amint látjátok, hátrafordulnak,
a sétányon a három határon túli magyar testvérvárosunk zászlaja fent van, ami békeidőben azt jelenti, hogy ők jelen vannak. Most csak jelképesen, de itt vannak velünk, és mi is ott vagyunk, illetve itt vagyunk velük. Tisztelt emlékező közösség! Nemrégiben egy közvéleménykutatást olvashattam, amelyben a következő áll. Magyar az, akinek fáj Trianon. Ezt a megkérdezettek 84%-a vallotta. Ma Trianonra emlékezünk, és aki itt van, úgy gondolom, annak mindenkinek fáj Trianon. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, nekünk magyaroknak ilyen ünnepünk is van. Megszenvedtünk, megküzdöttünk érte, ez jár nekünk. Mi tudjuk, és a világ tudtára akarjuk adni, nemzetünk tagjai azok, akik a magyar nemzethez tartozónak érzik és vallják magukat. Számíthatunk egymásra, a magyar hazára, Magyarországra, akárhol is legyünk a világon. A történelem nagy viharaiban megálltuk a helyünket, ezekből legtöbbször megerősödve kerültünk itt, de lelkünk mindig erősebb lett, összekovácsolódott nemzetünk. Hatalmas és erős népek tűntek el a történelem süllyesztőjében, de a mi kis nemzetünk megmaradt, mert nem adta fel, élni akart. Bátran kijelenthetem, magyarnak lenni, a magyar nemzethez tartozni nagy kitüntetés, de egyfajta drámai sorsvállalás is. Én ezt vállalom, ezt a sorsot, én nem szeretnék egyetlen egy nemzet fiával sem cserélni, én magyar vagyok. A Nemzeti Összetartozás napján köszönet mindenkinek, minden embernek, aki tett valamit a nemzeti összetartozásért, nemzetünk fennmaradásáért. A 2010. évi 45-ös törvény hivatalos neve Nemzeti Összetartozás napja, az 1920. június 4-i trianoni eseményre emlékezik, így lett emléknap. Magyarországon ez 2010. május 31-én 302 igennel, 55 nemmel és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatta törvénybe az országgyűlés. Csak hogy tudjuk, az MSZP ellene foglalt állást 55-en a nem gombot nyomták meg, arra hivatkozva, hogy a javaslat rontja Magyarország jószomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekeit. Az LMP-ből 12-en tartózkodtak. Az országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította. A több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Az országgyűlés 2019. június 18-ai határozatával a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. A nemzeti összetartozás napja, a trianoni békediktátum a magyar történelem egyik legfájdalmasabb eseménye. Ha ezt a szót halljuk a Trianon, a magyarságnak az igazságtalanságot, a szívnek az elkeseredést, a tehetetlen dühöt, az észnek az emberi mohóságot, az aljasságot, az igazságtalanságot jelenti. De ugyanakkor jelképezi a dacot és az összetartozás érzését is. Pont 100 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én 16 óra 32 perckor az első világháború lezárásaként a győztes nyugati hatalmak a vesztes Magyarországra kegyetlen és igazságtalan békét kényszerítettek, amire csak a diktátum szó alkalmazható. Az ítéletet meghozókat nem érdekelték a racionális érvek sokasága, erőből vitték át elképzelésüket. A magyarok véleményét nem vették figyelembe, hiszen legyőzöttek voltunk, minket kiáltottak ki a nagy háború okozóinak. Trianon nem 1920-ban jött létre, akkor már csak szentesítették a megváltoztathatlant. Az antant hatalmak már az első világháború alatt titokban tárgyaltak és megegyeztek a csehekkel, szlovákokkal, szerbekkel, horvátokkal és a románokkal. A békeszerződést a világháború lezárását követő egy másfél éves konferencia készítette elő. A győztes antant hatalmak 1919. január 18-án kezdték meg a tanácskozást a párizs környéki kastélyokban, ahol Clemenceau francia, Lloyd George brit,
Orlando olasz miniszterelnök és Wilson amerikai elnök szava dominált. A legyőzöttek képviselői is részt vehettek a tárgyaláson, de tényleges ráhatásuk nem volt az események menetére. Csupán az 1919. júliusától születő békeszerződéseket idézőjelben írhatták alá. Az első világháború több béke kötés zárta le, ezek újra szabták Európa térképét, az osztrák-magyar monarchia helyén új államok jelentek meg. Öt békét kötöttek, sorrendben Németországgal, Ausztriával, Bulgáriával, Magyarországgal és Törökországgal. Ám valamennyi békekötés között a magyarokkal aláírt szerződés volt a legszigorúbb és a legigazságtalanabb. Megbüntetett egy egész nemzetet, több mint 3 millió magyar életét megpecsételve, és további generációk sorsát évszázadokra megbélyegezve. Aponyi gróf csak 1920. január 16-án fejthette ki a magyar álláspontot. Csodálatos beszédet tartott, mondhatom azt teljesen feleslegesen. Addigra már ugyanis minden el lett döntve, és engedjék meg, hogy két gondolatot idézek tőle a híressé vált beszédéből minden kommentár nélkül. Az egyik így hangzik. Ha Magyarország abban a helyzetbe állítatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ, helyesen öngyilkosnak lenni, nehogy meghaljunk. A másik gondolat, önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját. Végül 1920. július 4-én Versailles nagy trianoni kastélyában a győztes hatalmak képviselői és a magyar kormány megbízottai békeszerződést írtak alá. Legalábbis az európai történelemkönyvek és hosszú ideig a hazaiak is békeszerződésnek nevezték ezt a diktátumot, melyet a győztes hatalmak hazánkra kényszerítettek, amely megcsonkította, megnyomorította, ízekre tépte hazánkat és lelkünket. Gyakorlatilag több millió magyar ember másnap arra ébredt, hogy a nagyhatalmak döntés értelmében egyik pillanatról a másikra idegen ország másodrangú, jó esetben megtűrt lakója lett, pedig el sem hagytalak helyét. Egy gondolat mozgathatta őket, ezt túl kell élni, itt kell maradni, mert ez a mi földünk. Máig nincs magyarázat erre a kegyetlen csonkításra. Máig sokkolnak bennünket Trianon számai. Magyarország területe a világháború előtt 325 ezer négyzetkilométer volt, ebből Trianon 230 ezer négyzetkilométert vett el, az ország területének közel 3/4. Magyarország lakossága a világháború előtt 20.886.000 fő volt, ebből Trianon elvett 13.370.000 embert, az ország lakosságának 2/3 részét. Felszabadítottak és szándékosan használom ezt a szót, 1.702.000 tótot, úgy, hogy őket a cseh uralom alá helyezték, és velük együtt még 1.874.000 egyéb nemzetiségűt. Felszabadította 2.800.000 románt, úgyhogy 2.465.000 más nemzetiségűt viszont román fennhatóság alá helyeztek. Felszabadítottak 1.029.000 szerbet, de úgyhogy 1.727.000 horvátot és 1.360.000 más nemzetiségűt szerb uralom alá helyeztek. Felszabadította 232.000 németet, de úgy, hogy velük 126.000 egyéb nemzetiségűt osztrák uralom alá helyeztek. Összességében 5.700.000 ember, vagyis az elszakított lakosság 45%-a teljesen idegen uralom alá került. Mi magyarok méltán érezhetjük ezt a békeszerződésnek nevezett csonkítást hatalmas vérveszteségnek, hisz színmagyar területeket vettek el tőlünk és rendeltek más országok területéhez. Bármi is volt a győztes hatalmak szándéka, öntudatunkat, méltóságunkat nem tudták a földbe döngölni, bár ez volt a szándék. A magyarság 100 éve emlékezik, 100 éve őzi és vállalja büszkén magyarságát, múltját, hagyományait, az elszakított területeken élő magyarokkal való rokonságát.
100 éve rettegnek ettől a nemzeti öntudattól, ettől a szoros magyarság köteléktől azok, akik Trianon után mohón és kárövendő módon gátlások nélkül vették el tőlünk, ami szerintük megillette őket. Nem véletlen, hogy törvények sokaságával, olykor rendőri, katonai fellépéssel igyekeznek kiirtani az elszakadt területek magyarságából a magyar nemzeti büszkeséget, a magyar összetartozás tudatot. Ma Közép-Európában az államhatárok módosítására már nincs reális lehetőség. Ez nem is lehet talán cél. Viszont mindent meg kell tenni azért, hogy a Kárpát-medence 8 államába szétszórt magyarság kulturálisan ismét egy nemzetté váljon. Mára már az sem számít, hogy 8 országban élünk, mert tudjuk, mindannyian magyarok vagyunk. Gondunk van egymásra, nem felejtjük egymást. A cél a magyar nemzet fennmaradása és fejlődése. Összességében a trianoni békéről elmondható, hogy erőszakos diktátum volt, melyet egy oldalon készítettek Magyarországra, amely viszont megtagadott minden korábbi elvet, amelynek a nevében megszületett ez a döntés. Annak ellenére, hogy a területüket gyarapító országok célja hivatalosan a nemzeti önrendelkezés megvalósítása, az önálló nemzetállamok létrehozása volt, a békekonferencián valójában az a cél vezérelt őket, hogy Magyarország területéből minél nagyobb részt lehessen kihasítani. Nemzetállamok helyett sok nemzetiségű országok jöttek létre, ahol kisebbségbe szorult a magyarság, és ugyanolyan diszkriminatív módon bántak velük, mint ahogy esetleg bennünket korábban meggyanúsítottak ezzel. A béke a térség stabilitása szempontjából is káros volt, hiszen a kényszerpálya miatt Magyarország a revízió útjára lépett, a megalakuló kisantant pedig a megszerzett területek védelmére rendelkezett be, melynek mentén Közép-Európa később egy újabb világháborúba sodródott. Az ellentétek az itt élők között máig feloldhatatlannak látszanak. Az utókort mindig emlékeztetni kell arra, hogyan akarták 100 éve tönkretenni országunkat, ezt tesszük most is. S engedjék meg a zárásként Vas Albert Üzenet haza című verséből, idézek zárjam gondolataimat. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, ha egyenlővé teszik is a földdel, nemzedéke körváltásai jönnek majd újra boldog építők, és kiássák a fundamentumot, az elkölcs ősi hófehér kövére emelnek falat, tetőt, templomot. Üzenem a háznak, mely fölnevelt, a fundamentum Istentől való, és Istentől való az az akarat, mely újraépíti a falakat. A víz szalad, de a kő marad, a kő marad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az emlékbeszédet követően a program egy székely származású hajdúböszörményi Egyed Zsuzsanna előadásával folytatódott. A régi székely himnuszt hallhatták a megemlékezők. Ó, én édes jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem, ínségemben látj kenyerem. A megemlékezés végén a szózat és a székely himnusz hangjai csendültek fel, és a megjelentek koszorúkat helyeztek el a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. A városvezetés ezt követően a testvérvárosi sétány magyar településeinél Beregszász, Nagyszalonta és Gyergyóval falu emlékoszlopainál helyezett el virágokat. A magyarság összetartozására egésznapos kiállítással és zenés-irodalmi összeállítással készültek az emléktábla mellett, valamint harangzúgás és őrtüzek fejezték ki a nemzeti egységünket.